Azt mondtad a mérkőzés előtt, hogy ez különösen fontos, mert számodra délszlávként, hiszen a szerbek mellett még Montenegrót nem sikerült legyőzni, és sajnos ma se sikerült, mi múlt, hogy most is a montenegróiak jöttek ki jobban ebből a meccsből. Igen. Látszott, hogy egy jobb csoport, több sztárjátékos, viszonylag 25 perc mondhatom, hogy jól játszottunk, és ott voltunk 3-4 pont, abból kikértem két technika, én úgy gondoltam, legalább úgy éreztem, hogy nem áll jó a pálya az első fél idő, és gondoltam, a fél idő tudjunk összerakni dolgaiból, kiváló kollégák tudnak vezetni másik fél idő, és ha emlékszünk, az első 3-4 perc, ott is volt egy esély, hogy megyünk fölfele, ott is volt valahol ilyen, nem is tudom, hogy mi nem tudjunk kezelni ilyen dolgaiból, most látszik, és abba kell fejlődni, mert az Európa-bajnokságban biztos lesz az ilyen kritérium. Nem hiszem, hogy bírok jobban szeretik a Montenegrót, vagy valami, csak nekünk másképpen kell csinálni valamit. Azt mondta Per Zoltán, hogy hiányoztál, hogy nem voltál ott a kispadon. Honnan nézted, és tudtál nekik esetleg mutatni ezt, azt, hogy mit kellene csinálni? Nekik nem kell mutatni, hogy tudnak. Mi begyakorolt csapat vagyunk, kiváló kollégáim, minden. Látunk a Portugáliába, ez a dolgai meg vannak tervezve, hogy működik az egészből, úgyhogy abból, hogy mondom, lehet, hogy kicsi agresszívebb lettem volna én a padon, csak minden más megoldott a kollega, ugyanaz, mint én ott voltam. Mondhatjuk azt, hogy ma a montenegróiak amellett, hogy ugye jobb is a játékos keretük, azért jobban éltek a mi hibáinkból, mint mi az övékből, és a végén már ők, nekik az önbizalmuk is megvolt, nekünk meg már aztán semmi nem volt. Pontosan. Én is úgy látom, hogy 25 perc, mi szépen játszottunk, és valahol nem tudtunk jól kijönni. Semmivel. Ők jól kijöttek, arra meg kell nézni a videó, minden két technika, amit kaptam. Egyszer reklamáltam, hogy valamelyik játékoson húzták a meze, a melyik sportszerűtlen, mi kaptunk szerintem kevesebb abban sportszerűtlen. Másik volt a Per Zoli, a félpályadobás. Én innen láttam, hogy valahogy lehet, hogy hibázzam, most egy dolog, csak ez a két ítélet, ez nagyon fontos, ez a kritérium, amelyik volt az első fél idő, hol ellenfelek csak 4 faultja van, nekünk 14. Úgyhogy szerintem ez a belefér, ugyanaz, nekünk abba belefér, nem fér bele, csak egy, ha úgy állunk meg, hogy nem tanulunk ezzel a meccs. Ugye a mai mérkőzésen mutatkozott be Michael Hopkins a csapatban, mennyire tudta ő már most segíteni a csapatot? Nem túl sok ideje volt ahhoz, hogy egyáltalán megismerje a srácokat. Látszott, hogy nagyon izgult, egy vajkezdő ember, melyik a ilyen rövid dobáson sosem nincsen, és a negyedik negyed, hála Isten, a kicsit mutatkozott, úgy kell úgy mondhatom, a pozitív irány. Vasárnap Montenegró ellen újabb mérkőzés, most már nem itthon, hanem idegenben. Nagyon nehéz lesz, de mi kell ahhoz, hogy szorosabb legyen a meccs, vagy akár ott elkapjátok Montenegrót? A hibákat kell tanulni, nem? Ez tudni kell, hogy ők mindenki játszik magasabb szinten, mint a mi játékosunk. Nyilvánvaló, hogy mondom, van egy szint, melyik nyilvánvaló a kontaktok, meg minden, ők jobban bírják, és nem a bírókkal kell ráfogni, mert nem hiszem, mondom meg egyszer, hogy ők jobban szeretik őket, mint minket. Ők megszokták a magasabb szinten játékkal, mert mindenki játszik a Falco szinte fölött. Úgyhogy most nekünk kiváló van az esély, hogy ezek tapasztalni, és a tapasztalatot gyűjteni, hogy következő Európa-bajnokságon, hogy tudjunk meg jobban szerepelni.